Égitestekkel, meteoritokkal, kráterekkel ismerkedtek a látássérültek a Vakok és Gyengéllátók Veszprém megyei Egyesülete programján Veszprémben május 29-én. A Bakonyi Csillagászati Egyesület tagjai vitték el hozzájuk a 3D nyomtatással készült maketteket azért, hogy tapintással érzékelve véleményt mondjanak azokról. A csillagászat ma a legtöbb ember számára egyenlő azzal, hogy nézzünk bele a távcsőbe és keressük meg a tőlünk sok ezer kilométerre lévő égitesteket. De hogyan ismerhetik meg az univerzumot azok, akik talán a tőlük pár méterre lévő tárgyakat sem látják? Az érzékenyítő és ismeretterjesztő programban a bakonyi csillagászoknak hála QR-kóddal vagy NFC csippel érzékelve a kiállított tárgyak információit, akár meg is hallgathatják a legfontosabb tudnivalókat az égitestekről. Nagyon jó. Tehát én minden olyan kezdeményezésnek örülök, amit meg lehet tapogatni. Mert most már ugye én is, mivel most már kezdem teljesen elveszíteni a látásomat, ezért nekem is nagyon fontos most már egyre inkább az, hogy meg lehessen tapogatni dolgokat. Mert én azzal tudom megmondani, hogy mit látok. Attilának némi reménysugarat ad egy nemrégiben nyilvánosságra került magyar kutatási eredmény, aminek nyomán talán az ő szembetegsége is gyógyíthatóvá válik. A látássérültek között azonban vannak olyanok, akik teljes sötétségben élik le az életüket. Nekik nehezebb dolguk van, mint azoknak, akiknek van látásmaradványuk, vagy valamikor látóként éltek. Mindannyian pozitívan nyilatkoztak a programról. Ezzel a programmal szeretnénk most főleg ebben az évben egy kvázi ilyen roadshow-t megpróbálni összehozni, ugye a Vakok és Gyengéllátók Veszprém megyei Egyesületén keresztül próbálunk majd kapcsolatba lépni más megyei, illetve megyén kívüli hasonló egyesületekkel, és így eljutni az országnak a különböző részeire, és ezt a programot oda elvinni. Lepcertel Zoltánné 4 éves koráig látott, de arról már nem nagyon vannak emlékei. Amikor hallotta mostani lehetőségről, elhatározta, hogy részt vesz a tesztelésben, és végre megismerkedhet a távoli égbolt világával. Biztos, hogy sokaknak nagy élmény lesz ez. Az égitesteket a Csillagászati Egyesület tagjai eljuttatják más látássérülteket összefogó egyesülethez is, de látóknak és gyermekeknek is érzékenyítő programot tartanak. Kétféle égitesteink vannak, ugye a 3D nyomtatással készültek, ebből van több, és vannak a kézzel készült makettek. Összesen majdnem 90 égitest található meg ebben a kiállításban. A 3D égitestek, tehát ez egy viszonylag újnak mondott technológia, már olyan szinten, hogy ma már úgymond az átlag ember számára is elérhetővé vált egy 3D nyomtatónak a megvétele. Ezek a 3D nyomtatók műanyagból nyomtatnak általában. Ez úgy néz ki, hogy van egy műanyag szál, azt bele kell főzni a nyomtató fejbe, a nyomtató fej fölmelegíti ezt a műanyag szálat. A megadott adatok alapján a kevesebb, mint 0,5 milliméter átmérői műanyag szálból nyomtatógép építi fel a maketteket. A technológia ma még drága, ezért támogatóra volt szükség a megvalósításhoz. A Varinex ZRT, az Ajka és Svamedico, valamint a budapesti Termo épgép sietett segítségükre. A Vakok és Gyengéllátók Egyesületével Ivanics Riger Klaudia vette fel a kapcsolatot januárban. A sorstársi közösség tagjai örömmel fogadták a lehetőséget, amelynek segítségével kinyílt előttük a világegyetem csodája. Én nagyon-nagyon örültem, hogy ők ilyen lelkesek. Ebben rengeteg munka van. Bennük már évek óta megfogalmazódott ez a gondolat, és mikor már így sinem voltak, onnan is még hónapok kellettek, hogy létre tudjon jönni ez a kiállítás. Az együttműködés folytatódik, a szombati találkozón elkezdődött az egyeztetés egy olyan bemutatóról, ahol minden érdeklődő megismerkedhetne az égitestek makettjeivel. A nem túl távoli tervek között szerepel az is, hogy mobil alkalmazás segítségével a siketek és nagyothallók szöveges információkat tudnak lekérni egy adatbázisból mobiltelefonjuk segítségével.